több mint 30 alkalommal riasztották műszaki mentéshez a tűzoltókat Baranya és Somogy megyében. A viharos szél több helyszínen is okozott kárt. A legtöbb esetben kidőlt fákhoz vonultak a lánglovagok. Gépkocsik épületek rongálódtak, többek között Orfűn, ahol a legnagyobb kár keletkezett a hétvégén. A ravatalozó épületére dőlt rá egy nagyméretű fa, ez a ravatalozónak a tetőszerkezetét rombolta. Azt lehet mondani, hogy itt a ravatalozó kivételével komolyabb kár még nem keletkezett, Azonban a az következő napokra is ugyanilyen időjárást mondanak, tehát érdemes lesz odafigyelni, például azoknak, akik útra kelnek, megváltozott időjárási körülmények vannak, az autónak a menetét, az befolyásolják erőteljesen, ezt elmondható az eső miatt is, de ugyanígy a nagy orkány űszél miatt is, tehát nagyon oda kell figyelni és körültekintően kell vezetni. A következő napokban is. Mindezen esetek mellett csak kedden mindössze két és fél óra leforgása alatt nyolc alkalommal vonultak a Pécsi tűzoltók, szintén fakidülések miatt. A katasztrófavédelem arra kéri az autósokat, óvatosan közlekedjenek az utakon, hiszen a viharos erejű szél és az esős időjárás nagymértékben befolyásolja a környezeti viszonyokat.